Itt állunk a Veszprémi Szent Imre téren, már megint, mert június 1-én is itt álltunk, és akkor elég szép tömeg jött össze, ne nevezzük tömegnek, sokan összejöttek. Az oktatás jövőjét aggódók, oktatók, szülők, egyszerű utcai nyugdíjasok, mint például igen, diákok, majdnem kihagytam a legfontosabbat. Most mi lesz itt 5 órától? Alternatív tanévnyitó ünnepséget tartunk, egy képzeletbeli ideális iskola tanévnyitóját, ahol mindenki szabadon beszélhet, mert ez a szabadon gondolkodók, szabad gondolatok iskolája, és most tartjuk a tanévnyitót, és nagyon izgulunk, hogy jól fog sikerülni. Ez egy interaktív, párbeszédes, szabad gondolatok iskolájának tanévnyitója lesz ma délután Veszprémben. Tehát Krámer György nyugdíjat hallják, és ugyanolyan keretek között zajlik majd ez a rendezvés, mint a június 1-i? Hasonló. A forgatókönyv hasonló lesz, gondolom. Igen, és remélem, hogy aktívak lesznek, akik eljönnek, az iskolagyűlés minden résztvevője megszólal majd. Itt nincsenek beszédek, ez a tanévnyitó minősége, az a résztvevőkön múló. Kilián György Jutorő csapat, vigyázz! Alternatív tanévnyitó ünnepséget, azaz egy ideális iskola tanévnyitát rendezték meg a lelkes veszprémi civilek, akik már június 1-én is lehetőséget teremtettek ugyanitt a Veszprémi Szent Imre téren szülőknek, pedagógusoknak, diákoknak és bárkinek, akinek a témában gondolatai támadtak, hogy elmondják véleményüket a magyar közoktatás jelenéről és jövőjéről. Ez a rendezvény is hozta az elvárt papírformát, sok okos, jövőben mutató megoldást kereső gondolatot osztottak meg egymással a jelenlévők. A moderátor ezúttal is Krámer György nyugdíjas koreográfus volt, aki a maga sajátos, szarkasztikus stílusában röviden összefoglalta a múltban gyökerező problémákat, párzamot vonva a mai helyzettel, amikor ismét bölcsvezetők aranyköpései kerülnek a tantermek falára. Fogadás balról, zászlónak tisztelet! Így kezdődött minden tanév. Amikor én iskolába jártam. A folyosók és a tantermek falán bölcsvezetők fényképei és tőlük származó idézetek voltak kifüggesztve, esetleg József Attila kicsit eltorzítva. Országszerte minden iskolában. Amikor én iskolába jártam, mindenki ugyanabból az egyen tankönyvből tanult, országszerte minden iskolában. Akkoriban, amikor én iskolába jártam, 56-ot fasiszta ellenforradalomként tanították a tankönyvek. Aztán jött a rendszerváltozás, önünkbe hullott a szabadság. Eltűnt az iskolák faláról a propaganda, szabad tankönyvválasztás lett, 56-ról méltón forradalomként szóltak a történelemkönyvek. Ennyi látszott az oktatásban a szegregáció. Aztán eltelt pár évtized, és újra egyen tankönyv, egy a zászló, újra bölcsvezető gondolatai a Csillivillire felújított gimnázium falán. És a kormány barátja Oroszországban meg fasiszta restaurációs kísérletén tanulnak 56-ról diákok milliói. Hát mit mondjak? Kicsit csalódott vagyok. Elsőként a civil bázis alapító elnöke Horgas Péter látvány és díszlettervező lépett a mikrofonhoz, aki Veszprémmel kezdte pályafutását a Pannon Várszínháznál, még a rendszerváltás környékén, amikor ő és pályatársai még tele voltak reménnyel és optimizmussal. Az akkori bizalom és remény azonban azóta szerte foszlott, már nem olyan idilli a kép az Európához való viszonyunkban és az ország egészséges karakterében. Mára az én korosztályom, szóval nekünk nagyon sok felelősségünk van abban, hogy ide jutott ez az ország. És amit Gyuri mondott, hogy valóban egy civil egyesület elnöke vagyok, de mögött nagyon sok ember van. Itt is van egy nagyon kedves társunk, Katanit Sándor, aki szintén a civil bázis tagja, és annyival már évek óta
gondolkozunk azon, hogy ebből a sok frusztrációból, abból a sok csalódásból, ami minket ért, vajon nekünk, civileknek mi a dolgunk? Mi lehet a szerepünk? Mi az, amitől a sok duma mellett valami, milyen hatékony dolgot tudunk tenni? Az elmúlt 3 évtized politikai képviselői valóban nagyon sok mulasztást elkövettek. De mégis szerintem nagyon fontos, hogy azt tisztán lássuk, hogy azért az, ami az elmúlt 12 évben, 13 évben történt, azért az viszonylag példanélküli. És én pont erről a bizalom elvesztéséről szeretnék egy picit beszélni, és hogy arra felhívni a figyelmet, hogy nehogy már lemondjunk arról, hogy mi állampolgárok, mi vagyunk a megrendelők. Tehát azok, akik a parlamentben ülnek, akik a képviselőtestületben ülnek, azért ülnek ott, hogy mindazt, amit mi szeretnénk, mindazt, amit mi akarunk, azt végigvigyék és képviseljék. És hogyha arra gondolok, hogyha több mint egy évtizede a kormányzó párt megszüntettem mondjuk például azt a szerződést, amit a magyar lakosság egymással kötött, magyarul nincs ennek a társadalomnak, ma nincs alkotmánya. Értetlenségének adott hangot, hogy főleg az elmúlt évben szakemberek, diákok, függetlenek, szülők kérése visszhangtalan maradt, illetve csak a büntetés a válasz az észszerű javaslatokra. A Covid-helyzet dilettáns kezelése több tízezer honfitársunk halálát okozta. Több mint egy éve Európában kiugran magas a magyar infláció. Nyomasztóan sok a szegény emberek száma Magyarországon. Horgas beszédével nyilvánvalóan a hallgatóság lelkiismeretét akarta felébreszteni, pontosabban azokét, akik nincsenek itt, de ideje lenne gondolkodóba esniük, ám de ezt nem teszik. Viszont felcsillani látszik a fény az alagút végén, egyre több civil szervezet, szakszervezet és oktatási szervezet látja úgy, hogy együttműködve lehet változtatni a dolgokon. 10 hónap múlva a választásokon végleg eldőlhető az ország minden nehézség ellenére, Európa azt kíván-e tartozni, vagy feladva ezt a célját, marad egy kiszolgáltatott régió, egy összeszerelő nagyüzem, és az eddig felhalmozott értékek az enyészeti lesznek. Egyszer kell csak összefognunk, de akkor nagyon összegezte gondolatait a szónok, aki egyébként őszinte és nyugodt hangnemben interpretálta mondani valóját. Kántor Zoltán fizikus az összejövetel helyszínén elhelyezett 3 flipcharta hívta fel figyelmet, amelyekre bárki felírhatta, mi az, ami a legjobban bántja, milyen veszteségekről tud, és hogy szerinte mire lenne szükség a tovább lépéshez. Külön táblát kapott a szolidaritás, ahol azokat a csoportokat, például szakszervezeteket, egészségügyben dolgozókat, családjukat, otthonápolókat lehetett felsorolni, akinek az összefogására lenne szükség a jelenlegi állapotok megváltoztatásához. Őt követően még jó néhányan odaálltak a mikrofon elé és sorolták gondjaikat. Egy önmagát átlagosnak tartó szülő többek között arra hívta fel a figyelmet, hogy a pedagógusok érdeke egyben a magyar nemzet érdeke is. Ezért tapsot is kapott. Azt is kívánta, hogy az idei tanév az összefogás jegyében teljen. Fenyőházi Attila a rendezvény biztosításában is résztvállaló vasasok szakszervezetét képviselve többször is elcsukló hangon adta elő, ha én miniszterelnök volnék című monológiát a mikrofonnál. Leginkább ennél a mondatnál érzékenyült el. Olyan oktatásügyet teremtenék, mert ugye sok-sok ember évekig tartó lelkiismeretes munkának közös gyümölcse, ahol az ember meglett fejjel elmondhassa utólag, hogy életem legjobb évei azok voltak, amikor iskolába jártam. Szégyen, amit ma látunk a világban magunk körül. Szaloki Viktor politológus, a rendezvényt ugyancsak támogató, 600 ezer szimpatizánsa rendelkező A-hang munkatársa egykori veszprémi diákként Kossuthot idézte. Soha le nem mondani, soha el nem csüggedni, ha kell, mindig újra kezdeni. Szalóki mindenkit arra kért, hogy vegyen részt október 23-a és 30-a között Magyarország első alternatív oktatási népszavazásán, ahol bárki elmondhatja majd, mit gondol erről a rendszerről, és ezzel erőt mutathat. Befejezésű Bibó Istvántól a szabadság szerető ember 10 parancsolatából idézett. Legyünk mi a szabadság szerető emberek, bízunk egymásban és lépjünk fel közösen.
Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak a pedagógusoknak, diákoknak, szülőknek és civileknek, és azoknak is, akik most itt vagytok, akik az elmúlt másfél évben Veszprémben és a megye számos pontján küzdöttek az oktatás megreformálásáért. És szeretnék most kérni mindenkinek egy nagy tapsot, aki ebben részt vett eddig. Köszönjük! Több felszóló hangsúlyozta még, hogy az egész nemzetügyéről van szó, és volt, aki bocsánatot kért azok nevében, akik ebbe a helyzetbe sodorták az országot. Végezetül egy idős úr lépett a mikrofonhoz, aki kifejezte azt a véleményét, hogy amíg rendszerváltás nem lesz, nem változik ebben az országban semmi. Mindaz, amit elhallott, egy szó, rendszerváltás. Addig nem változik itt semmi az égvilágon. Minden jó! Ezzel Szemlát Tamást minden jelenlévő egyetértett.